Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Becsei Szent Család közösségi házban, úgy, mint a település világi elöljárója. Köszöntök itt mindenkit, és nagy örömömre szolgál, hogy ilyen sokan eljöttek, és külön szeretném köszönteni a plébános atyákat, szerzetes atyákat, és mindazokat a nem becsehelyeket, akik ebből az alkalomból eljöttek ide hozzánk, hiszen egy jeles eseményre gyűltünk össze. De természetesen a becsehelyeket is nagy-nagy szeretettel köszöntöm. A jeles esemény, az mindenki tudja, hogy micsoda. De én még egy dolgot azért hadd tegyek hozzá. Én úgy tudom, hogy ilyen mise keretében az elmúlt tíz év óta a Becsei templomban Zoltán atya most misézett először. Úgy hallottam, ha rosszak az információim, egy más alkalom volt, de ilyen nyilvános keretek között most volt, tehát ez is az ünnepnek a rangját emeli. Zoltán atya, 25 év, nagy idő, még egy papnak az életében is nagy idő. Ugye Isten útjai és szándékai kifürkészhetetlenek, és ez a 25 év, ez biztosan arra is elég volt, hogy ezt te is megtapasztalt. De az ige hirdetés és a prédikáció a ti kenyeretek, és nem az enyém, ugye ezt hallottuk egy párszor, és innentől akkor én engedd meg, hogy egy kicsit vagy nagyon, sokkal személyesebb irányba tereljem a mondandómat. Sokak számára biztosan olyan információkat, vagy olyan érdekességeket fogok mondani, amelyek a templomban nem hangzanak el, meg sokak még nem is hallották, meg nem is kellett volna, hogy hallják egyébként. Ahogy említettem, személyes dolgokon keresztül foglak köszönteni, és szeretném fölemlegetni és eleveníteni az első találkozásunkat. Sokak számára megdöbbentő és meglepő lesz. Ugye 2001. augusztusában Zoltán atya ide költözött Becsőhelyre, és kereste a lehetőséget, alkalmakat, hogy minél inkább beilleszkedjen, és találkozzon emberekkel, és szerette a focit is. És úgy emlékszem, hogy egy foci után az első olyan találkozásunk volt, vagy a focit megelőzően, ezt nem tudom pontosan, és azt sem tudom, hogy kerültünk oda, de a pagodában ültünk le először, négyen beszélgetni. Lehet, hogy nem vagy rá büszke, de ez is hozzátartozik a valósághoz. És ennek a beszélgetésnek elmondom, hogy kik voltak. Vadász Laci akkori polgármester, Livicki Tibor, Zoltán atya és én. Ennek a beszélgetésnek a végén úgy álltunk föl az asztaltól, hogy illetve előtte megkérdeztem Zoltán atyát, hogy és már beköltözött, meg van mindene. Mondta, hogy meg, csak egy fagyasztót kell már venni. Úgy álltunk föl, hogy másnap én mentem a Tesco-ban, megvettem a fagyasztóládát, az önkormányzat pedig kifizette, és lett fagyasztóládája Zoltán atyám. Ekkor azt mondtam a többieknek, és beszélgettünk róla, hogy azért nem akármilyen plébánosunk lesz, hogyha ilyen gyorsan már ilyen eredményeket ér el, azt hiszem, hogy más területen is akkor valószínűleg sikeres lesz. A másik fontos dátum és találkozásunk, ami nem sokan rátörténhetett körülbelül rá egy hónapra, ez pedig egy történelmi dátum lett belőle, erre már biztosan ő is emlékszik. Egy másik négyes, úgy látszik a négyes elkísér bennünket, egy másik négyes találkozó, ez már nálam volt a hegyen, és ez pedig 2001. szeptember 11-én volt. Akkor, amikor mi mentünk föl az atyával, ott először arról kezdtünk beszélni, nem tudjuk, mi van a világban, mi történt, ugye mindenki tudja, hogy ezeket az eseményeket. Ez volt egy másik ilyen jeles esemény, alkalom. Aztán volt még
ügyeket, tehát volt még közben egy polgármester választás, azon eredménytelenül szerepeltem, de akkor már éreztem a támogatást atya részletekről és részedről is, meg azt a szimpátiát, ami 2006-ban végül is beteljesült. De mielőtt a választások lettek volna, előtte neked köszönhetem részben azt, hogy Erdélyt ennyire megszerettem, amennyire megszerettem. 2006-ban az ő idegen vezetésével jártam először Erdélyben, Csíksomlyón, Székelyföldön, és azután talán egy vagy két év maradt ki, hogy nem voltam, és ezt köszönöm, ezeket a személyes élményeket. De nem vagyok ezzel egyedül, hiszen Becsehelyről nagyon sokan mondhatják el ezt, hogy a te közbenjárásodra, irányításod mellett, kalauzálásod mellett jártak Székelyföldön, és a te közreműködésed kellett ahhoz is, hogy ugye, ahogy említettem, 2006-ban választások, polgármester lettem, 2007-ben hogy-hogy nem, már testvértelepülési kapcsolatot létesítettünk Koronnal. 2006-ban a két egyházközség között jött létre Ernő atyával, és ezek olyan mély kapcsolatokká váltak, hogy a mai napig is fönnállnak, mai napig is nagyon erősek, és ez mindenképpen köszönhető neked, mert mi becsehelyek valószínűleg nem nagyon találtunk volna oda, és főleg nem testvéreket találva. És akkor telt múlt az idő, és jöttek közben ugye a becsehelyi templomnak folyt a felújítása, amelyben belekapcsolódtál, és mondhatjuk azt, hogy külsőleg a saját elképzelésed szerint tudtad kialakítani, megformálni, jelenleg is. Én azt szoktam mondani, azt a formát mutatja, és én azt szoktam mondani, hogy egy ékszerdoboz a becsehelyi templom, és én mindig is nagyon büszke voltam rá. Ebben én még személyesen nem vettem oly mértékben részt. De jött a Polai. Tehát a Polai templom építése az egy olyan, számomra egy olyan közösségi élményt jelentett, olyan szinten tudtunk együtt dolgozni az önkormányzat, az egyházközség, hogy ami szerintem példaértékű volt. Én azt sajnálom, hogy a teljes a Polai templom és környezetének a teljes befejezését azt nem tudtad megírni és megtapasztalni itt Becsehelyen. De ha valamelyik plébános meg tudja azt tenni, vagy el tudja magáról mondani, hogy ott, ahol szolgál, két ilyen templom marad utána, az joggal büszke lehet. Úgyhogy atya, legyél erre büszke, mi is büszkék vagyunk a két templomunkra. Közben kis érdekességként ma említette a prédikációjában, hogy mise nélkül nem tud létezni. Megint egy kis anekdóta, egy kis érdekességet színesítésként, hogy a papot és az embert összekapcsoljuk. Zoltán atya nem csak focizni szeretett nagyon, hanem, meg gondolom még most is, hanem síelni is. És egyik alkalommal, amikor első körbe mentetek el síelni, én nem voltam ott, és fölhívom a Lukács Lacit, nem vette föl a telefont. Utána visszahív, azt mondja, nem tudta fölvenni. Miért? Mondom, miért nem tudtad fölvenni? Mert misén voltunk. Misén voltatok? Hát hol voltatok misén? A szomszéd szobában. Mondom, Luki, ne szórakozz velem. Na, azt utána megtapasztaltam ezeket a miséket én is egy alkalommal. Egy nagyobb csapattal elmentünk síelni Ausztriába, Nassfelden voltunk. Talán egy hétig voltunk ott, és estéről estére abba a szobába mindig többen lettek misén. Az egész csapat megfordult ott a misén, olyanok is, akik egyébként nem járnak misére sem, előbb voltak ott, mint mi. Jellemző Zoltán atyának a stílusára, nem tudom mi a jó kifejezés, hogy nekem személyesen egy alkalommal sem szólt,
De elérte azt, vagy nekünk, a feleségemmel, de elérte azt, hogy az utolsó este mi is ott voltunk a misén már, a szobájában, mert éreztük azt, hogy ebből mi sem maradhatunk ki. Most a módszereire szerettem volna ezzel egy kicsit rávilágítani. Azt hiszem, hogy nagyon jó volt az együttműködésünk a Pecsényen, és ezért 2011-ben derült énkből Vildám Csapás volt, az a júniusban, hogy a Zoltán atya távozik Becseiről. Megdöbbenésemben nem sokat tudtam mondani. Annyit mondtam, hogy tehát annyit tennék hozzá ehhez, hogy hát most is csak azt kell mondanom, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Egyéb közösségek, a Dani beszélt a közösségekről, nem szeretném ismételni, de azért egyet hadd említsek meg. Az atya nagyon szeretett nótázni is, és a Dalárdának távozásáig oszlopos tagja volt itt Becsehelyen, és mindenki tudja, hogy az atyának a kék ne felejts a nótája, tehát hogyha ő neki valami örömet akartunk szerezni, vagy telefonba beénekeltük neki, akkor mindig a kék ne felejts volt. Ugye Isten útjai kifürkészhetetlenek, atya elkerült innen, de azért még egy gondolatot engedjenek meg, és már nem is fűzöm sokáig a mondandómat. Atya is megtapasztalta szerintem azt, hogy az igazi egyéniségek, személyiségek és a sikeres emberek, azok egyben megosztóak is. Atya, sikeres ember voltál. Azt kívánom neked, hogy az életed hátralévő részébe, a tevékenységedben, a szolgálatodban is sikeres legyél. A megosztást azt el kell kerülni. A megosztáson túl voltál Becsehelyen, de nem baj az, jó volt ez így. Ketten megoldottuk a dolgot, hogy kiegyenítsük ezeket a hullámokat, amelyeket ez vetett, de a sikeres emberekre ez jellemző. És ahogy mondtam, te sikeres voltál. Zárásul csak egy gondolatot, még egy mondatot szeretnék hozzátenni, és kívánva jó egészséget és jó szolgálatot, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Köszönöm szépen. Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr, az ő mindenki nagyon szomjas, éhes, úgyhogy én annyit beszéltem a templomba, tényleg. Nagyon szép volt ez a 10 év, mind a 3 faluba. Örülök, hogy Riászról, Petriről is eljöttetek ilyen szép számmal. Sokat tudtunk együtt dolgozni, sokat igyekeztem ott lenni, de a számomra a legnagyobb megerősítés az volt ezelőtt a 10 év alatt, hogy a jó ügy mellé mindig odaállnak az emberek. És hát itt is ezt tapasztaltam, hogy ahogyan mondtam a Szentmisében is, hogy a kegyelem az működik. Ha engedjük, hogy működjön, akkor csodák születnek. És itt születtek csodák az elmúlt 10 évben.
a lelkekben is születtek csodák, és számomra ez tényleg ez a legfontosabb, hogy az Úristen tudott használni engem is, én megengedtem, hogy használjon. Azért azóta ezt a fajta élményt, ezt vállalom, ki ismerem mondani, még nem tapasztaltam ezt a fajta összefogást, ezt a fajta együtt dolgozást a polgármesterekkel, a többiekkel, mint ami itt volt. Ez egy kicsit unikum volt, de hála Istennek, hogy így alakult, és most is így van, hogy ez így lett. És én azt kívánom, hogy ez továbbra is folytatódjon. Itt van ez a gyönyörű ház, használjátok, töltsétek be, népesítsétek be. És hát mindannyian, polgármesterről mondta, Isten útja, hogy kifürkészhetetlenek. Tényleg én, mikor innen elmentem, nem gondoltam, hogy szalíziként fogok visszajönni. Az Úristen belenyúlt az életembe, de nagyon hálás vagyok. Mert amikor belenyúl az Isten az életünkbe, attól nem kell félni. És ha van elég bátorságunk, hogy mi megyünk előre, akkor rengeteg ajándékot kaptunk. Én az utóbbi 3 évben rengeteget tanultam, nagyon sok ajándékot kaptam, és nagyon hálás vagyok ezért. Úgyhogy kívánom mindenkinek azt, hogy örömmel járjuk ezt az utat, amit kell, és hát nem, és amit a prédikáció végén mondtam, azt komolyan mondtam, hogy azért úgy menjünk, hogy találkozunk oda fönt is. És ez nem egy ilyen kis szép befejezés, vagy ilyen osztalikus, hanem ezt nagyon komolyan mondom, hogy igen, van folytatás. De most egyelőre itt vagyunk, és az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jöjjel Jézus, légy vendégünk, állj meg a tattál népünk, adj a Uramnak, jó lessék, Jézus neve dicsértessék. Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mindenkinek jó étvágyat. Thank you.